Sziasztok! Köszöntelek benneteket ilyen kócosan. Hoztam nektek egy, hát nem mondom azt, hogy unboxingot, mert hogy mi ezt már tegnap este ki-unboxingoltuk Krisztiánnal. Ilyen ez a gyerek. Feltétlenül meg akarta nézni, mi van a dobozba, úgyhogy természetesen kinyitottuk. Mindjárt mutatom is. Itt van a doboz. És, mint a felirat elárulja, Sensei, felteszem videópultra, talán innen könnyebb, mint hajolgászni. Na, nem tudom, hogy mi mennyibe került, úgyhogy meg ki fogom érni a képernyőre, mert nem volt időm arra, hogy még most így jegyzetet készítsek erről, pedig jobban jártam volna, mert akkor nem kellett volna külön irogatnom az árakat. Na, de se baj. A lényeg az, hogy az első termék, amit szeretnék nektek megmutatni, ez egy gyönyörű szép pihepuha pléd, ami szerintem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép. Itt van a kis címkéje neki. Nem mondom inkább az árát, mert ezen a 70%-os marha nagy leárazáson vettem itt a napokba, úgyhogy inkább nem mondom, hogy mennyibe került, mert valószínűleg nem ez az ára, amit van rajta. 130x160-os méretű egyébként a pléd, és ez a pihepuha, ezt a barátnőmnek vettem ajándékba, illetve vettem még neki hozzá egy színben totálisan hozzá passzoló, látjátok, párnahúzatot, ez egy ilyen díszpárnahúzat, aminek az egyik oldala fehér, a másik oldala pedig ez a mintás, és ilyen nagyon kellemes plüssös anyaga van, nagyon csocsi, nagyon-nagyon szép. Úgyhogy ezt fogom neki többek között, mert hát annyi cuccot összeválogattam neki, nagyon szeretem a barátnőmet, és szeretném neki ezt odaadni ajándékba, úgyhogy ezt a kettőt, ezt még a többi motyójához oda teszem majd. Jó, és akkor mutatom még azt, hogy mi az, ami mondjuk Krisztiánnak rendeltem. Rendeltem neki egy ilyen kis ládikát. Ugye majd készül a szoba neki, mert átköltöztetjük egy másik szobába, fönt az emeletem. És a szobájába vettem egy kis dekorációnak ezt a kis fa dobozkát. Ilyen már van nekem egyébként ilyen színszélyes több, és egyébként nagyon kis kellemesek, nagyon kis cukik, tényleg olyan jó kis praktikusak. És ehhez vettem neki még egy lámpát, ami szintén ugyanez a motívum, és akkor ezt képzeljétek el, hogy ilyen égő van benne, de ez csak ilyen látszatégő. Világítani világot nem azért látszatégő, hanem azért, mert hogy elemes, tehát úgy néz ki, mint egy rendes betekerős villanykörte, de hogy egy ilyen kis LED füzér van, fény füzér van ugye benne, van rajta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vagy 8 kis LED égőcske, és akkor így világít, és akkor gondoltuk, hogy ezt majd az ágyam mellé, vagy a polcra, vagy az ilyes szekrénybe, totál mindegy, valahova majd tesszük. Meg ez is egy kis kincses ládának neki, hogy például beleteszi majd éjszakára a kis kincseit, a kis motyóját, amit éppen szeretne. És ha már láda, akkor anya is vett magának egy ládát. Most van egy szép motívum itt a színszénea, ami nekem végtelenül tetszik. Tehát egyébként a színszénynek a stílusa nekem annyira közel áll. Írjátok már meg tényleg, hogy ti szoktatok-e a színszénről vásárolni, mert nagyon kíváncsi vagyok, mert én egyre több mindenkivel, akivel beszélgettem, egyre többen mondják, jaj, ők is színszén, jó, milyen olcsók, ott cuccak, meg leárazás, meg egyebek, meg ingyen házhozás, ingyen visszaküldés, stb. Kíváncsi volnék, hogy ti szoktatok egyébként vásárolni, és ti leginkább mit? Ruhaneműt gyereknek, magatoknak, háztartási dolgokat, ilyen otthon lakásdekorációt. Nekem ez a minta, és egyébként kérném a véleményeteket ezzel kapcsolatban, nekem ez annyira finom, annyira kellemes, annyira szép, mint az a színszíjes bögre is, ami van nekem. Mindjárt ide is hozom. Mindjárt megmutatom nektek. Egybe is van a kettő, két színszínes bögrém, egybe van betéve a szekrémet. Ez is annyira csodaszép. Ugyanilyen pléd egyébként van, ugyanilyen mintával pléd. Illetve ez a bögre még, ami nagyon gyönyörű. Better Together, az a neve, vagy a felirata. Ez pedig egy tök sima, de ilyen kis virágos, és imádom egyébként mind a kettőt. Zöld teát szoktam ilyen citromosat inni belőle. Vagy van, hogy gyümölcs teát. És most ez a motívum is nagyon-nagyon tetszik.
Úgyhogy ezt én megvettem. Szintén egy ilyen kis fedeles ládikó, és hozzá imádom a plédeket. Egy pléd, ami szintén ugyanezzel a dekorációval, vagy motivummal, vagy mintával, színnel van. Szintén ugyanolyan, mint a barátnőmé, 160x130-as, és egy kis pihepuha kis pléd. Úgyhogy erre mindig szükség van. Én nagyon szeretem a plédeket télen, ősszel, ilyen bekuckózós kis alkalmakkor. Nekem nagyon-nagyon jók, és nagyon szeretem őket. A következő, ezt már kibontottuk, ez egy ilyen tároló jellegű. Mondjuk én ide ilyen szórólapokat látjátok, hogy milyen. Mondjuk ide újságot, vagy valamit hasonlót el tudok képzelni, vagy ide ilyen fontosabb micsodákat feltűzni, ilyen tehát mondjuk csekket, hogy mondjuk befizetni, vagy egy határidőt valamit ide kiírva feltűzni. Szerintem tök jó, vagy fotókat, vagy valami tényleg valami olyan to-do listát, vagy bármit. Ez azt hiszem, hogy ilyen 1300-1400 forint, vagy annyit azt mondtam, én ezt nem hagyom ott, mert hogy ez annyira szép nekem, és az íróasztalomhoz terveztem feltenni, úgyhogy hát az is átalakítás alatt van itt ez a rész majd. Még mindig nincs lefixálva, hogy akkor hogy legyen, meg mint legyen megoldva, de most egy kis fennforgás lesz majd, remélem minél hamarabb bejutunk odáig, és akkor majd az új munkahelyemre, vagy a munkaasztalomhoz majd ezt fogom oda tenni, és akkor ide például egy katalógusokat, vagy bármi egyebet be tudok tenni. Szerintem nagyon szép. És kérem is, hogy egyébként írjátok meg a véleményeteket, hogy mit gondoltak ezekről a dekorációkról, ezekről a termékekről. Következő az szintén dekoráció. Erről fogok betenni nektek majd weboldalas fotót. Ezek ilyen arany és pasztel színben pompázó, ilyen kör alakú, én falra szeretném feltenni díszek, és arra gondoltam, hogy ez is egy ilyen dekoráció lenne majd az új szobába, vagy az újonnan kialakított szobába. Még nem tudom, hogy s mind. Nem tudom, ez igen, 500, ez viszont tényleg így volt, 595 forint volt, erre emlékszem, úgyhogy ennek nem is fogom majd a keresni az árát. És azt mondtam, hogy ezért a pászász szintén nem hagyom ott, mert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és akkor ezt is szét lehet nyitni, mint egy legyező olyan, csak hát körbe, tehát egy teljes kört lehet vele, és ez nagyon-nagyon gyönyörű szép dekorációnak. Akkor a következő az egy képkeret, ami szintén mindig jól jön, most akarok majd kihivatni, vagy előhivatni képeket, 755 forint volt, igen, erre is emlékszem, hogy ez ennyi volt egyébként. Akarok előhívatni képeket, és akkor majd Krisztiánról teszünk ki képet. Rendeltem egy beauty blendert, ami nyilván nem az eredeti beauty blender, hanem egy szinszélyes szivacska, de szerintem totálisan meg fogja tenni azt, amit meg kell neki. A mostani is egy hódgagyi, úgymond, tehát az se beauty blender, hanem egy sima százas boltos, vagy nem tudom hova való simán. Miért kell mindent megszagolni? Úgyhogy ez egy ilyen, amivel ugye a BB krémet, CC krémet alapozott bármit, és ez azt hiszem, hogy ez is ilyen, nem 755 volt, ez tuti, hanem ilyen, hát figyelj, 400 valamennyi? Nem tudom pontosan. A lényeg az, hogy igen, a következő kettő darab gyertya, amikor Krisztián megszagolta, hát majd, hogy nem ilyen, pedig ő ritkán szokott ennyire nagyon oda lenni valamire. Azt mondta, anya, ennek annyira finom illata van. Indian Honey az a neve, így néz ki, és szerintem pompás a megjelenése. Tehát, hát, nem tudom, gyönyörű, gyönyörű. És akkor ilyen neki a kupak, ilyen aromazárós, ugye? Légmentes aromával. És tényleg, és nem tudom, hogy mi ez, de tudjátok, hogy milyen illata van? Olyan illata van, amikor bemész egy ilyen keleti boltba, ahol füstölők vannak. Na, olyan illata van. Totál olyan illata van.
Iszonyatosan finom. Ezt a anya... Krisztián nagyon szereti egyébként a füstölőket. Tényleg, most, hogyha füstölőről beszélünk, mert egyszer mondtam egyébként, ha van köztetek olyan valaki, aki ért a füstölőkhöz, és szeretne velem beszélgetni füstölőkben, kérem, hogy jelentkezzem, mert még nagyon kíváncsi volnék, hogy a füstölőkkel mit lehet, hogy lehet, meg van-e arra valami szabály, mert hallottam már, hogy hát nem is mindegy, hogy hova teszem a füstölőt, meg mikor gyújtom be, meg merre van a iránya, meg Úgyhogy ha van köztetek olyan, aki ért a füstölőkhöz, akkor ez vegyem már fel vele a kapcsolatot. Köszönöm. A következő is szintén egy ilyen candle, hogy hívják ez? Aroma candle. Ez pedig egyszer volt, pepkós gyertyám, illatgyertyám, ami kókusz, mi ez a pinyakoláda? Arra azt hiszem, hogy valami olyasmi volt. Tehát valami citromos is, meg kókuszos is, valami nagyon érdekes ilyen koktél illata volt. Na, ennek ugyanolyan van. És iszonyatosan finom, tehát kókusz, ami édes, meg bele egy ilyen mentás, vagy mojito. Nem is tudom, bár a mojitóban nincsen kókusz. Na mindegy, szóval egy édes kókuszba benne egy lime-os, mentásra hajazó, nekem egy ilyen jut eszembe, egy nyáresti, savanykás, isteni finom, valami ital jut eszembe, bár soha nem ittam nyárestén frissítő italt, semmilyen koktélt, életemben egy koktélt nem ittam meg. Még, úgyhogy nem tudom igazából, hogy melyik koktélnek az illatára hasonlít, de isten ilyen néz ki, és nagyon-nagyon finom illatú. És most a színszélyeset használjuk, azt a nagyot, amit a múltkor mutattam nektek, és fenomenális illata van, az egész ház tele van az illatával, úgyhogy érdemes megvenni ezt a nagy színszélyes gyertyát, illatgyertyát, mert nagyon jó illatú van. A következő az egy ruha. Nem lett jó rám. Fönt jó, ilyen derékig, és akkor csipőbe. Csipőbe egy picit azt mondanám, hogy szűk. Ez a szoszó még éppen, hogy határeset, de én így nem veszem fel, mert azért elég szűköcske. És egyébként ez egy XL-es méret. Színszéből én magamnak ruhát ritkán tudok venni. És ez egy ilyen ruha, ami a derekánál meg van itt így masnikázva. Amúgy nagyon szép, és egy egyenes szabású térdigérő ruha, egy hosszújú, ami egyébként jól áll maga a mintázata nekem, tehát nagyon-nagyon tetszik. Viszont egy kicsit passzos itt, mondom, csípőben. Jó, és akkor mutatom Krisztiánkának, amiket vettem. Itt vannak az ő cuccaim, ezt a nagy dobozt le is teszem. Ezt ő kérte. Xboxos pulcsi, ami egy icipicit hosszú, de nem az ujja hosszú amúgy, hanem így tudjátok így a felső testére kicsit így hát így feneke aláig ér, nem nagyon túl, de úgy a feneke aláig ér, ami igazából nem baj. Tehát azzal semmi baj nincs, inkább mint ki legyen a derek, ha nyilván, pláne már amikor ilyen pulcsik kellenek, akkor már ne legyen ki a derekunk, ugye? Úgyhogy ezt kértem, és egyébként ez egy elég jó vastag pulcsi, meg tudjátok, ez a puha, ilyen plüssös belseje van. De nagyon tetszett neki, és ezt szerette volna, annak ellenére, hogy fogalma sincs, hogy mi az az Xbox, mert nem tudja, te megkérdeznétek tőle, hogy Krisztián, mi az az Xbox? Mert egy fogalmam sincs, de tényleg nem tudja. Nem szokott játszani ilyenekkel, meg PlayStation-nál sem, azt sem tudja, hogy micsoda. Meg a Minecraft sem ismeri, mert nem érdekli egész egyszerűen se a számítógép, úgyhogy most azon játszana, soha nem játszott még számítógépen, meg számológép, mi ez? Nem számológép, számítógép, meg telefonon. Vagy 3 éve volt úgy, hogy ilyen kis vonatos játékot letöltöttünk, nem jó, vagy az utasokat be kellett pakolni, és akkor ment a vonat, és húzni kellett a gázt, és akkor, vagy tehát a sebességet lehetett szabályozni, meg ilyenek. Azzal játszott, vagy 2 hétig, tehát abszolút nem érdeklik az ilyenek. Úgyhogy nem azért vettünk Xboxosat, mert hogy nagy Xbox húha, hanem azért, mert egész egyszerűen ez tetszett neki. Úgyhogy a következő az egy neki nagyon aranyos, és nagyon tetszik neki, ez egy ilyen dínós pulcsi. Ez inkább egy nyáresti pulcsi, én azt mondanám, inkább. Ez már nem az a vastag béleltes,
140-es egyébként, és az Xboxos pedig 146-os, azért egy picit nagyobb, de direkt nagyobbat is vettem egyébként, mert ez a 140-es, ez pont most jó, és hát nyilván azért arra gondoltam, hogy jó lesz még későbbre is, de lehet egyébként, hogy nem is volt belőle 140-es az Xboxosból, nem tudom, most így hirtelen, mert nem emlékszem rá vissza. Ez is egy 140-es, ez egy cápás póló, 595 forint, ez tutira ennyi volt, ez ilyen olcsó póló, úgymond, vagy hát kedvező áru. A következő az egy Mickey Egeres, 140-es, fogalmam sincs, hogy mennyibe kerül, erre 1200 van írva, nem tudom, ezt nem tudom, hogy mennyi volt. Ilyen kettő kék, vagy fehér csík van, kék egyébként, sötét kék, és akkor ilyen kis Mickey figurák vannak rajta. Még egy pulcsi van itt. Ez egy olyan pulcsi, ami kapusznis és belebújós. Inkább a belebújósokat szereti, nem szeret a cipzárost. Én a cipzárosot jobban részesíteném számára előnyben, de ő neki ez annyira nem. 146 szintén. És szintén egy picikét nagy rá. De nem érdekes egyáltalán, mert jön még ránk ősz, meg tél. Nyilván ősztel ez még lehet, hogy nagy, de tavasszal 146, igen. Tavasszal biztos jó lesz már. Annyit nő ez a gyerek, hogy hihetetlen. Úgyhogy ez egy ilyen kis graffiti jellegű kis felirat van. És az utolsó, amit mutatok nektek, az egy fehér ünneplő ing. Ez egy ünneplő ing, 146-os szintén, fehér, hosszújú. Én ezzel úgy vagyok, hogy mikor ünneplő kell, állandóan annyit kell érte hajtatni. Pont akkor sehol sincs, én nem értem. Pedig nem ilyen ritka időpontokba kell, hanem általában ballagás volt, ugye, mint szóval mindig kajtatnom kellett, és alig volt már. És gondoltam arra, ez egy 146-os, gondoltam arra, hogy na, most itt jó áron is volt, nem tudom, hogy mennyi volt egyébként, majd beteszem, és megveszem, mert addig veszem meg, ameddig van, mert utána meg, amikor majd kell lesz, meg majd fogom itt kajtatni, és akkor nem fogok találni. Úgyhogy ez lett volna a színszélyes bemutatóm. Igen. Örülök neki, hogyha itt voltatok és megnéztétek, és kérlek, hogy kommenteljetek, hogy hogy tetszettek ezek a termékek, illetve amit kérdeztem az elején, hogy ti is szoktatok-e vásárolni a színszéről. Puszi nektek, sziasztok!